Zsuzsa kérdezte, hogy miért osztottad meg azt a témát, már nem emlékszem miért, de tényleg úgy nehéz volt beszélni róla, mert olyan volt a téma, és mondom, hát egymás keresztjét hordozzuk, megosszuk egymással, hogy ja igen, mikor azért jöttünk magyarból, és kaptad azt a levelet, és Tivadarnál, és mondta Zsuzsa, hogy miért is kellett felolvasni, jobb lett volna nem is beszélni róla. És mondom, hát igen, de azt te kaptad, és testvérek vagyunk, és olyan az, mintha én kaptam volna, ezért megosszuk egymás között, hogy egymást tudjuk segíteni, biztatni. A teher oszoljon, igen. Kicsit oszoljon a teher. Ne csak az öröm, az örömet mindenki kéri, az mindenkinek kéne, de a terhem az nem kéne, ugye, bezzeg, ugye, igen, jól igen. Nézünk ki, így van, így van. Így jártam ezzel a Benny Hinnel is, bár nem volt számomra teher, de én tényleg úgy élem meg ezt a testért, pláne veled, hogy minden hatást érzel te is. Pont úgy, hogy én is érzek, amit te is mindent megkapsz. Örömet, bánatot, jót, rosszat. És így szép. Hát igen, igen. Na most ez a beszélgetés is arról szól valamelyest, hogy Levike volt olyan kedves, hogy megosztotta velem azt, ami engem egyáltalán nem érdekelt. Isten bocsássa meg, én próbáltam minél távolabb kerülni ettől a jelenségtől, ne is hallani róla. Tényleg nem akarok én senkit sem bántani, sem a hídgyűliseket, sem senkit. Most már tényleg igyekszem egyre inkább arra összpontosítani, hogy tényleg van Isten országa, létezik. Az én dolgom az, hogy én arról bizonságot tegyek arról, hogy az embernek van lehetősége megszabadulni a múlt, a hazugságok és a bűnök terheitől. Tehát ez az én dolgom. Beszélek a pokorról, beszélek a mennyről, beszélek a bűnökről, elmondom, hogy bűnök vannak, örököltük őket, magunkra vettük, annélkül, hogy tudtunk volna róla, magukon hordoztuk, attól lettünk betegek, attól lettünk békétlenek, de van Isten országa, van megszabadulás, van bűnbánat, van feloldozás. Ez az én dolgom is, ezért én nem igazán akartam figyelni az ilyen dolgokra, mert régebb elég sokat láttam, ismerem a jelenséget, ezt az amerikai karizmatikus jelenséget, ami ugye ilyen hirtelen megújulást hirdet, hirtelen meggazdagodást, meg adakozást, meg földi bővölködést, meg földi mennyek országát hirdeti. Tehát én próbáltam ettől eltávolodni, meg volt nekem minden jó szándékom erre, de viszont a kedves tesókám emlékeztetett engem, hogy ez is létezik, és tényleg én most már nem is nagyon szeretnék mosolyogni sem még a témán. Nagyon, mert elég szomorú. Igen. Tehát ugye a cím az, hogy vidámra csinált vasárnap. Élőben, ugye? Ez a cím. Na hát, tegnap nekem mondtad azt, hogy jött ez a Benny Hinn a hídgyülekezetéhez, Budapestre, ugye abba a csarnokba, abba a hatalmas nagy épületbe, ahol együtt ünnepeltek, töltekeztek, beszélgettek a földi bővölködésről, meg mindenről. És persze meghallgattam, mert te mondtad, különben nem kerestem volna lehetőséget, ugye? De viszont úgy álltam, hogy ma is találkoztam még vele, tehát a YouTube a figyelmembe ajánlotta, mint hogyha engem nagyon érdekelt volna, arra vágytam volna, hogy én erről halljak minél hamarabb. És mondom, hogy ha már tényleg ilyen sok forrásból felém jön ez a jelenség, akkor megnézem, hogy mi az, hát ha Benny Hinn is megváltozott, hát ha tényleg az igazságot kezdte hirdetni, hát adná az Isten Németh Sándornak, Benny Hinnnek is, mindenkinek, hogy a tiszta evangéliumot hirdesse, hogy minél több ember megszabaduljon a bűnök terhétől, a hazugságai, az örökletes bűnök terhétől, és hogy új terhet kapjon Krisztus által. Belenéztem, hát sajnos nem tudtam kellemesen csalódni. Nem tudtam kellemesen csalódni. És én itt előre elnézést kérek mindenkitől, senkit nem szeretnék megbántani. Én azt szeretném, hogy aki ezt hallja, mindenki kivétel nélkül egy szép napon meglássa Isten országát. De viszont fontos nekem elmondani azt, hogy Isten országát csak úgy lehet meglátni, hogyha elszakadunk a hazugságoktól, és ha csak az egyedüli, egy igaz pásztorra figyelünk, aki nem más, mint az ártatlanul megkínzott, meggyötört, és a harmadnapon feltámasztott Krisztus Jézus. Levike, te mit láttál ebben a
mert mondod, hogy te is belenéztél ebbe a jelenségbe. Hát én is úgy voltam, hogy vizsgáljon meg. Ezért belenéztem, egy fél órát körülbelül néztem belőle. Több helyre is belévítettem, és ahogy elkezdte az evangéliumot, egyből az a szó hagyta el a száját, hogy a prosperitár. Prosperitás. Mint, ugye, prosperitás. Azzal kezdte a Jézus Krisztus nevében az evangelizálást, és azt kell mondjam, hogy szinte egész végig erről szólt az evangelizációja, a pénzről, a bővölködésről, az, hogy Isten elhalmoz minden jóval, nincs szükség, no lack, ahogy mondja, nincs hiány semmiben, és anyagi bővölködésről beszélgetett. Te azon tűnődtem én közben, ugye Ray Comfort felteszi ezt a kérdést, hogyha volna egy ilyen távcsöves puskád, és látnád Hitlert ezelőtt 50 éve, gyermekkorában, fejbe lőni ide, vagy nem? És persze legtöbben azt mondják, hogy fejbe lőnnék. És jött ez a durva kérdés, hogyha volna egy ilyen távcsöves puskám, és látnám ezt a Benny Hint, akit egyértelműen látszik, hogy Jézus Krisztus nevében legszentebb nevet használja arra, hogy az emberek millióit a kározat felé taszítsa, hogy akkor én fejbe lőnném őt, és ugye a társait, a cinkosait vagy sem. És az igazság az, hogy ki kellett mondjam azt, amit az Úristen a szívemre helyezett, és pedig azt, hogy nem lőnném fejbe egyáltalán. Sem Hitlert, sem Benny Hint, sem Benny Hintnek a barátait, sem Németh Sándort, senkit. Én tényleg kívánom azt, hogy minél több ember meglássa Isten országát is, megigazuljon. Az igazság Krisztus kegyelme által, a bűnbánat által, a tiszta evangélium által. És azt mondta ugye Jézus, hogy szeressük az ellenségeinket, szeressük még az igazság ellenségeit is, ugye? Mert őt is keresztre fesztették, és azt mondta, Isten, ne bocsássál meg nekik, mert nem tudták, mit cselekednek. Tehát nekem is kötelességem szeretni őket, viszont az is kötelességem, mint ahogy ő is megtette, felhívjam a kedves embertársaim figyelmét, hogy ez nem az, aminek látszik. Nem az, aminek látszik. Pál apostolról tudjuk, ugye, hogy ő a saját kezivel dolgozott meg a betevő falatjáért, hogy eltartsa magát, sőt még több társáról is gondoskodott, és gondolt rájuk, hogy eltartsa őket. Hírja azt is, hogy ő az evangéliumot ingyenesítette, nem fogadott el emberektől segítséget, csak a közeli testvéreitől, akiktől el tudta fogadni, hogy nehogy azt gondolhassák azok az emberek, akik rossz szándékkal adták volna a pénzt, hogy ők megvásárolták Isten országát. Így van. És azt írja itt a Filippi 3.19-nél, legyetek követőim, testvéreim, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, ahogy mi példát adtunk nektek. Mert sokan járnak másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, akiknek pusztulása végük, a hasuk az Istenük, és dicsőségük gyalázatukban van, akik a földiekkel törődnek. Mert a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztus is várjuk, aki átváltoztatja nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testének hasonlóságára, azzal az erővel, amellyel maga alávethet mindent. S néztem Benny Hint, tényleg nem akartam ítélkezni, mondom, megvizsgálom, és utána hozzak meg egy ítéletet az evangélium ismereteim által. Azon, annak szűrén keresztül is mondtam neked, hogy ott van az a vastag aranygyűrű, vastag karkötő, és folyamatosan az anyagi bővölködésről beszélgetett, és tényleg azt kell mondjam, hogy a Krisztus keresztje ellen van, ellensége Krisztus keresztjének, mert Jézus azt mondta, hogy aki engemet akar követni, az mindenit meg kell tagadja, mindent hátra kell hagyjon. A rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, az emberfiának nincs, ahol lehajtsa a fejét. És tényleg, hogy az ember egy egészségesen nézi az egész tanítást józan észre,
tiszta lélekkel, a Szentlélek által vezetve, akkor távolról látszik, hogy ezek az emberek nem azok, akik az apostolok voltak, aki Jézus volt. Televike az a kérdés, hogy most képzeld, hogy ilyen sok ember ott van. Hogy tudja ilyen sok ember ezt elhinni, Levike? Tehát hogyan lehetséges az, hogy ennyi, ilyen sok ember elhiszi azt, hogy ő tényleg Isten országát hirdeti? Tehát ezek az emberek mit csinálnak? Nem olvasták a Bibliát, nem olvassák az evangéliumot. Nem cselekszik azt, amit Jézus mondott, amit az apostolok cselekedtek, amit Jézus cselekedett. Tehát hogy nem veszik észre a különbséget? Mit szólsz, mi erre válasz, hogy mitől, tehát mi az oka annak, hogy ez a sok ember, ez a sok tényleg megtévesztett ember nem veszi észre a különbséget, azt, hogy ez nem az, aminek látszik, ez nem Istentől való, és ez nem oda visz, ahova bárki is szeretne menni ezen a földön. Mitől nem veszik észre szerinted? Mire gondolsz? Mire tudsz te gondolni? Hát én sok mindenre gondolok, többek között arra is, hogy az ember mind a két asztalról szeret menni. Tényleg a világot is szeretné szolgálni, a mammont és az urat is. Ahogy mondta az ausztrál bácsika, hogy azért nekünk is vannak titkos vágyaink, hobbiaink, amiket függőségeink, amiket meg szeretnének tartani a Krisztus mellett is, és ez nem lehetséges. Az ember nem szolgálhat két úrnak. Ha valaki a világ barátja akar lenni, az az Isten ellenségévé válik. Talán itt azt érzem, hogy az emberek tényleg a kezükbe akarják venni, ahogy amikor Pétertől meg akarta vásárolni az a bizonyos nevezetű ember azt az erőt, hogy ő a Szent Szellemet uralja, a Szent Lelket, az Istent. Na, ezt a sohajt elfogadom. ezt a sohajt elnézem, igen. Együtt érzek veled. Az igazság az, hogy én beszéltem a Gyergyó Szent Miklósi Híd gyülekezetes barátaimmal, megmondom őszintén, nagyon aranyos emberek, némelyek, akiket én ismerek, tényleg annyira aranyos emberek, hogy teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen, az Úr Jézus Krisztus elvezesse őket az ő útján, Isten országába, hogy minél hamarabb észrevegyék azt, hogy nekik nem egy földi pásztort, nem egy földi embert, egy földi tekintét kell követniük, hanem azt, aki azt mondta, gyertek hozzám személyesen. Én vagyok a Krisztus, Jézus, a Krisztus, a Krisztus Jézus, a Jézus Krisztus. Gyertek hozzám, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek fel az én terhemet, az én igámat, és akkor ugye még elnézést, még annyit mondanék, hogy én mondtam nekik, hogy te ez a tétek a főpásztor, ez nem az, akinek látszik, tehát olyan barátai vannak olyan emberekkel, mondom például Benny Hinn, ugyanazt csinálja, hogy ezek az álbetöltekezések, meg minden, ugyanazt csinálja, és mondták ők akkor nekem, jaj nem, ő Benny Hinn nem barátja Német Sándornak, hanem mondtak egy másik nevet, nem tudom, egy lájtosabb valakit, de ugyancsak ilyen sikerevangéliumot hirdető embert mondtak, már nem emlékszem így pontosan a névre, de lehet, hogy eszembe jutna később, mindegy, nem az a lényeg, hanem mondták azt, hogy hát Benny Hinn nem barátja, nem barátok Benny Hinnel. Hát egyértelműen, most én nem viszem oda-vissza, hogy Benny Hinn elmondja, hogy hú, örökre barátok maradunk mi ketten. Tehát itt van a bizonyíték, drága barátaim, hogyha netán ezt halljátok, akkor vegyétek tudomásul, hogy Benny Hinn, Német Sándor egy bandában vannak, ott az egészen. És mint mondtam, nem az az én dolgom, hogy én őket megöljem, lelőjem egy ilyen távcsöves puskával, nem akarom lelőni, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy szükséges, hogy legyenek megbotránkozások, de jaj azoknak, akik által lesznek, jaj a judásoknak, jaj nekem is, hogyha elárulom az Úr Jézust, mindenkinek jaj. Tehát szükséges, hogy legyenek megbotránkozások, mert pont ezáltal választódik szét a konkolya búzától. Előbb-utóbb mindenkinek döntenie kell. Lesznek, akik Benny Hinnél, Németh Sándornál, a pápánál maradnak, és lesznek olyanok, akik egyértelműen felvállalják, hogy nekik csak egy pásztoruk van, és mindenki más, aki ezen az úton jár, a testvérük, és csak egy pásztoruk van. A főpásztor, aki azt mondta, hogy én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be, az ugye az a zöld legelőket talál meg, megelégítetik meg minden, amit mondott. És
az összes többi csak béres, a pénz gyűjtögette, hazavitt egy néhány zsák pénzt, ez most Magyarországról, ez az ember, drága barátaim, az Úr Jézus nevében tette ezt, mert ő azt mondta, hogy ez fog történni. Az utolsó napokban sokan jönnek majd az én nevemben, és sokakat megtévesztenek, még a választottakat is megpróbálják megtéveszteni, de még nem késő, neked sem, senkinek nem késő, aki ezt hallja. Ne nekünk higgyel, ne Levikének higgyel, ne nekem higgyel, mert balga emberek vagyunk mi is, egyszerű emberek. Ne nekünk higgyel, amit mondunk, hanem vizsgálja meg, imádkozzon, vizsgálja meg, ott az evangélium, nézze meg a gyümölcseit, nézze meg, hogy miért van az, hogy Jézus zsákruhában közlekedett. Ezek aranyékszerrel, csorog az arany róluk, a hátizsákjukból, és mindenhonnét. Jézus szamárháton közlekedett, ezek repülővel jönnek. Egyszerű ember volt, szegény ember volt, és megmutatta, hogy az ő szegénységében is király, dicsőséges király. Ezek az emberek az ő nevét felhasználják arra, hogy milliókot megtévesszenek, drága barátaim. Könyörögve kérlek titeket, hogy forduljatok az élő Isten fiához, kijelentésekért, látásért, értésért, mert ha még mindig embereket követtek, akkor be vagytok csapva. Akkor is be vagytok csapva, hogyha engemet követtek. Muszáj elmondjam, nem engemet kell követni, mert én is csupán bizonságtevő vagyok, mint bármelyik másik, apostol vagy akárki, aki bizonságot tesz a meghalt és a feltámadt Jézus Krisztusról. Most én sóhatok egyet. Tőled is elnézem, és együtt érzek. Itt még megkerestem egy igerészt, azt írja a Galatákhoz írt levél. Mert most embereknek engedek, vagy Istennek, vagy embereknek igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Én biztatok mindenkit, hogy bátran merjék megkérdezni a pásztorokat, embertársaikat, saját magukat. Vegyék a kíváncsiságot, az éhséget, a szomjúságot. Zárják ki az ajtót, kapcsolják ki az internetet, és olvassák kapcsolnak ki minket is. És olvassák az evangéliumokat, imádkozzanak, és úgy, ahogy ez nálam működött, és Isten megértette velem az igazságot, úgy mindenkivel meg fogja értetni, és el fogja vezetni személyesen, ahogy megígérte. Teljesen biztos. Na hát, nekem az első gondolatom, amikor én belenéztem itt a videó elejében, hogy ez a rengeteg ember, temérdek ember tényleg, tehát rengetegen vannak. Ott vannak, ugye össze vannak gyűlve, és mi történik, drága barátaim? Megy a pszichózis, megy a betöltekezés, megy az álbetöltekezés. Mi az álbetöltekezés? Mesterségesen zenével, tuningszerekkel generált betöltekezés. Ugyanez a betöltekezés, drága barátaim, megtörténik egy AC/DC koncerten is, aki nyilvánosan dicsőíti a sátánt, ugye? Metallica bármilyen koncerten, Iron Maiden akármilyen koncerten. Ugyanez történik, az emberek betelnek, ugye, mert hatnak az érzékszerveikkel, ízfokozók, hangfokozók, hangulatfokozók, látványfokozókkal, és az emberek azt összetévesztik ezt Istennek a jelenlétével, drága barátaim. Ez történik. És amikor be vannak töltekezve, meg vannak nyílva, akkor jön a méreg intravénásan, Benihintől, Németh Sándortól és a társaitól. És a legszörnyűbb az egészben az, hogy megbotránkoztatnak nagyon sok embert, mert nagyon sok ember, józan gondolkodású ember Jézushoz fordulna, de amikor látja, hogy mi történik az ő nevében, azt mondja, nekem ez nem kell, és én megértem őket tényleg. Megértem. Hát amikor egy józan gondolkodású ember látja, hogy ez hipnózis, ez pszichózis, ez egy mesterségesen generált népbutítás, manipuláció, és persze, hogy nem akar Jézushoz fordulni, mert amikor hallja, hogy Jézus, abban a helyben megjelenik Németh Sándor képe. Megjelenik az álbetöltekezés, az embereknek a fetrengése. És azt mondja, te ne haragudjál, én nem kérek Jézusból, és én meg kell értsem őt. Mert ő teljesen automatikusan ezzel azonosítja a legszentebb nevet, ezzel a jelenséggel. Ó, Istenem, irgalmaz tényleg. Azt mondta Pilinszky, hogy nem problémák vannak a világban, tehát nem megoldásokra van szükség. A világunkban tragédiák vannak, és az Úristen irgalmára van szükség, mert másképp ebből megszabadulni lehetetlen.
Tehát ez volt az első, hogy milyen sokan vannak és milyen sok ember, ezek az emberek mind ott lehetnének, ahol szükség van rájuk, ahol az emberek éheznek, ahol fájdalom van, ahol betegség van, mindenki ezek közül mehetne és megérinthetne egy-egy embert, akinek szüksége van az örömhírre, hogy megtehen Istennek a lelkével, a kegyelmével. De itt vannak és így töltekeznek be. Ezen a helyen egy mesterségesen generált pszichózissal. El kell mondjuk azt, hogy van betöltekezés, mert valahányszor azt cselekedjük, amit Isten mondott, amit Jézus mondott, érezzük azt, hogy hú, tehát valósággal megrészegedünk az ő kegyelmétől, az ő jelenlététől, érezzük a jelenlétét. Akkor, amikor valakinek enni adunk, valakit megölelünk, valakinek elmondjuk az evangéliumot, valakit megszabadítunk Isten ereje által, érezzük az ő erejét, és be vagyunk töltekezve, tehát van, létezik úgymond betöltekezés, mert Isten azt mondja, hogy én adom a lelkemet, adom az erőmet, adom a jelenlétemet arra, hogy azt cselekedjétek, amit Jézus mondott. És akkor erre fel, ugye vannak a fetrengések a földön, a hánykolódások, meg a zenére való betöltekezések. Jézus nevében, az emberek mind mennek a kározat felé, annélkül, hogy tudnának róla, Isten irgalmazza mindenkinek. És ennek a modern világnak az átka, hogy az a videókat úgy összevágják, ahogy ők akarják. A videó úgy kezdődik, hogy bizonságok vannak, és dicsérik az Urat, meg dicsekednek azzal, hogy vannak megtérések. Tehát már egyből úgy adják elé ezt az egész videót, amit összevágtak így 4 órába, hogy igenis vannak megtérések. Hát valamilyen megtérések biztos, hogy vannak, de én azt is megvizsgálnám, hogy milyen megtérések vannak. Mi ezt ér meg az ember? Ahogy mondta Jézus, hogy a földet körbejárjatok, hogy valakit prozelitává tegyetek, és kétszerte bűnösebbé teszitek magatoknál. Biztos, hogy vannak megtérések, de hogy hova, azt én nem tudom. Lehet, hogy csak be a gyülekezetbe, hogy egy adakozó zsebet szerezzenek maguknak. De a gyümölcseiről ismerik meg az embert, és az egész előadás ott egyértelműen lesüt arról, hogy ottan egy hipnózis történik csak. Zene, sziszegés, pénz, és nagyjából ennyi. A Krisztus keresztjét meg se említették. Mikor Pál apostol mondja, hogy nem ékes szólással jöttem közétek, hogy a Krisztus keresztje el ne vesszem. Itt Benihin meg se említette Krisztusnak a keresztjét. Végig csak a pénzről beszélgetett. Jézus meg életibe talán egyszer volt köze a pénzhez, mikor megkérdezték, hogy a ti mesteretek nem fizeti a templomadót, és akkor elküldte Pétert, hogy vegye ki a hal szájából a pénzt. Azt is meg kell érteni, erről beszéltünk, most nem fogunk beszélni, mit jelent ez az a példabeszéd, ez a történet, hogy mi az a hal szája. Nem ez a lényeg mostan. De... És persze ugye mutogatták ezeket a híres arcokat, hírességek arcait, ugye Gera Zoltán a focistát, hogy mutassák a világnak, hogy figyelj meg a szupersztár is, hídgyűl is, hát te is az lehetsz akkor. Hát jó hídgyűl is lenni. Igen. Én tudom Levike, hogy ezen emberek közül még sokat meg fog menteni az Úristennek a lelke. Teljesen biztos vagyok benne, hogy itt, aki van, tehát a legtöbb ember nem rossz szándékkal csinálja azt, amit csinál, nincsen rálátása, mert be van kábulva attól a káprázattól, amit mesterségesen előidéznek. Mm. Tehát tudom, hogy sőt, nagyon imádkozom tényleg az Úristen minél többet megmentsen ezek közül, ezen személyek közül. Hát én Benny Hinét is, meg a német Sándorért is tényleg imádkozok, mert én nem, hál' Istennek, nem haraggal nézek rá. De azért, ahogy Pál is írja, tényleg sír a szívem, lelkem belé, hogy ilyen van. De ez meg volt írva, meg fog történni, de azt azért mondjuk el, de hogy ennyire látványosan
Hihetetlen, tehát ledöbbentő, és néztem egy másik videót is, ahol a pápa hirdeti az összefogást, ugye minden keresztényeknek az összefogását. Nem arról beszélnek, hogy te, neked is van szabadulásod, van lehetőséged megszabadulni a bűneidtől, a bűneid terhétől, a bűneidnek következő fájdalmaktól, szörnyűségektől, hanem fogjunk össze. Nem kell semmilyenféle bűnbánat, nem kell semmilyenféle igazság, nem kell kereszt, nem kell áldozat, semmi nem kell. Csak egyszerűen fogjunk össze, de hogy mivel fogunk össze, hát milyen lélekkel, mi van bennünk, amikor beszélünk a Krisztus keresztjéről. Ugye átkot szórunk szinte, ugye, amikor a szívemben nem az van, és beszélek a Jézus keresztjéről, átkot mondok szinte mindenkire azáltal. Átokba viszem bele az embereket, nem a megváltásba. Vezényszóra csinálnak mindent, felállnak, leülnek, mindent. Te annyira ledöbbentő, hát most muszáj elmondani, drága barátaim, hogy ugye pont az ellenkezőit hirdeti, tehát annyira olyan durva a kábulat, hogy az ember nem veszi észre, hogy teljes mértékben a 180 fokos ellentétje annak, amit Jézus hirdetett. És annyi emberek annyira megszerették ezeket a nagy összejöveteleket, ezeket a közös betöltekezéseket, hogy már lassan elkezdték felejteni a kijelentett igét, az evangéliumot, elfelejtik azt. És nem veszik észre szépen lassan, de biztosan teljesen elsiklanak, eltávolodnak az evangéliumtól. Jézus nevében ráadásul. Figyelj meg, hogy milyen ége jutott eszembe erről a világi gazdagságról, bővölködésről. Egyszer oda ment hozzá egy ember, és azt mondta neki, Mester, mi jót cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet. Ő pedig így felelt, miért kérdezel engem a jó felől? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. De ő tovább kérdezett, melyeket? Jézus pedig azt mondta, ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot. Tiszteld atyádat és anyádat, és szeress fel a barátodat, mint önmagadat. Az ifjú azt mondta, mindezeket megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt, ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el a vagyonodat, és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az ifjú pedig e beszéd hallatára megszomorodva elment, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak. Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Sőt, azt mondom, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok ennek hallatán nagyon megdöbbentek, és azt kérdezték, akkor kicsoda üdvözülhet? Jézus pedig rájuk tekintett, és azt mondta nekik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. És úgy ezt írja, hogy tehát a tevének a tűfokán be se tud menni. Az ember teljesen el kell hagyjon mindent, de nem, hogy el kell hagyjon, hanem aki tényleg találkozott az élő Krisztussal, aznak jön, hogy eladjon mindent, elhagyjon mindent. De a szántóföldben elrejtett kincs. A Jézus Krisztus, hogy ahogy Pál mondja, hogy mindent kárnak ítéltem, csak hogy megnyerhessem a Krisztust. És ezeknek a tudatában megvizsgálva, ezeknek a tanításoknak a tudatában megvizsgálva, hogy milyen dolgokat mondanak ezek a pásztorok, ég és föld a különbség, fekete és fehér, nagyon egyszerűen el lehet választani, és különbséget tenni, hogy mi az igazság, hogy ki az igaz pásztor, hogy ők az igazi pásztorok, vagy csak báránybőrbe bújt farkasok. És megy a színház, megy a show ott, közben itt nézem, betettem a képernyőre is. Hát én senkinek nem javaslom, hogy megnézze végig, meg kár az időjét végül is, de ez a show az embereket terítik ki a színpadon, taszigálják őket. Megy is, meglöki is, akkor... Jó, Istenem. Régebb ennél durvább volt, régebb durvábban csinálták, tehát ottan vihogtak, meg fetrengtek a földön, meg röfögtek, meg mindent csináltak.
meg brutális. Most is csinálják, csak most már nem így a nagy közönség előtt, a tévé előtt, hanem most már kisebb összegyűléseknél, mikor találkoztak. Benny Hinn is csinálja, csak ő gyülekezett előtt, akik már jól ismerik őt közelebben. Most biztos megjelent itt Magyarországon ismeretlenek előtt, ezért most visszafogta magát, de azon a téren, hogy ottan fellöki az embereket, de... Hihetetlen, miket csinálnak. De most, aki ezt nézi, próbálja meg Jézust elképzelni, ilyeneket csinál, taszigálja fel az embereket, és megalázza őket, ottan röfögnek, meg mindent csinálnak a földön, fetrengenek. Ha valaki ezt el tudja képzelni, akkor rendben van, akkor kövesse Benny Hint, meg Németh Sándort, meg társait. De aki nem tudja elképzelni ezt, az most, amíg nem késő, tényleg forduljon az Úristenhez, forduljon Krisztushoz. Hogy kapjon kijelentést, hogy értse meg, tudja megérteni az evangéliumot, tudja meglátni, hogy mi a különbség az igazság és a gazság között, a valóság és a vallásosság között. Mert másképp Istennek a jelenléte nélkül nem tudja megérteni az ember. Azt gondolja, hogy mi rossz indulattal mondjuk azt, amit mondunk. Nem rossz indulattal mondjuk egyáltalán, sőt, nem is szívesen foglalkozok én ezzel. Van, amivel foglalkozzak bőven. Hála Istennek. Nem szívesen foglalkozok ezzel, tehát mint mondtam, én nem bántanám egyiket sem, nem akarom bántani egyiket sem. Nem az az én dolgom, hogy a gyomokot kitépjem. Mert azt mondta Jézus, hogy hagyjad, hogy növekedjenek a búzával együtt. Majd az aratás úgy ura elintézi, összegyűjti a gyomokat, és szépen behaigálja őket a kemencébe. Tehát növekedni fognak egymás mellett. Az én dolgom az, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy van ez és van amaz. És mindenki döntse el, tehát ne legyen az, hogy senki nem hallotta, nem tudtam, hogy az a Benny Hinn is egy ilyen hamis prédikátor, egy hamis pásztor. Amúgy nem kell én ezt mondjam, mert bárki olvassa az evangéliumot, és az a megismerés őszinte vágyával teszi azt, egyből látni fogja a különbséget, nélkülem is, nem kellek én hozzá, nem kell én ezt elmondjam, viszont azt megtehetem, hogy felhívom a figyelmet, hogy akinek még nem késő, megmeneküljön ettől a jelenségtől, és megélje azt, amit Jézus mondott, megélje a szolgálat általi betöltekezésnek az örömét. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, ezt mondta Jézus, ez az imádság, ugye, minden napi kenyér. Utána meg azt mondja, hogy az én eledelem az én kenyerem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engemet elküldött. Mi az én kenyerem? Az, hogy betöltekezzek, hogy Benny Hinn engemet taszigáljon, megalázzon ottan a földön. Ez az én kenyerem, vagy pedig az, hogy azt csinálom, amit Jézus mondott, és azt cselekszem én is, hogy minél többen megszabaduljanak, minél többen feloldozást nyerjenek a bűn rabságából, a hazugságok rabságából. Az az én kenyerem. Mindenkinek ez a kenyere, aki ismeri Jézust, aki megismerte őt, ha egyáltalán megismerte. Mert ezek az emberek elhitetik, hogy te Jézust ismerted meg bennük. Ők elhitetik mindenkivel, hogy azáltal, hogy te hozzuk fordultás, hogy te elestél, amikor ő megtaszított, akkor te Jézushoz fordultál. Ezt próbálják elhitetni, sajnos. És tömegekkel, tehát hihetetlen, én nem is hittem, hogy ez létezik még Magyarországon is. Az, hogy Amerikában létezik, tényleg durván le van butítva az amerikai társadalom. De hogy Magyarországon is így ilyen mértékben történik, ezt nem gondoltam volna. Ezt nem hittem volna. Közben csak úgy zárójelben mondom, hogy érdekes módon ugye most ilyenkor a livestream, az élő közvetítés ugye vacakol. Tehát nem akar menni, egyszerűen le van állva az élő közvetítés. Nem akar működni. Érdekes. Mindegy, mindenképp fel fogom tölteni a kiáltószóra, a kiáltószó a pusztában a YouTube csatornára, és aki akarja, megnézi. De érdekes módon ugye, mintha pontosan most, korábban nem volt probléma nagyon a YouTube-bal, de most hirtelen nem akar működni. Elment Jézushoz egy éjszakán Nikodémus, egy vallási vezető,
a népek vezetője. És még Jézus neki is azt mondta, hogy újjá kell születned víz és lélek által, máskülönben nem mész be a mennyek országába. És akkor, ha ezt oda rávetítsük egy ilyen műsorra, akkor ez a pásztor, pláne most így az utolsó időkben hányszor mondta azt, hogy újjá kell születnetek? Hányszor mondta azt, hogy Jézus Krisztus meghalt éltetek, hogy új életetek lehessen? Hányszor mondta azt, hogy a mag el kell haljon? Tehát Jézus ő sokszor elmondta azt, hogy újjá kell szülessünk, meg kell halljunk teljesen a réginek, és újjá kell szülessünk ő benne. Íme a régiek elmúltak, Krisztusban újjá lesz minden. Csak egy hipnotizálás volt az este, vagyis azon az este, amikor ott Benny Hinn megjelent, és a zsebekből kiszedte a pénzt. Ennyi történt csak. Ez tényleg még a legegyszerűbb ember is észre kell, hogy vegye. És semmi köze nem volt az evangéliumhoz. Csak annyi, hogy pénz kifurulja át az emberek zsebéből. Hipnotizálta. Még a kosarak is olyanok voltak, amiben szedik össze a pénzt, mint a furulyások, a kígyót, amiből a kígyó kijön, amikor furuljának, az a hosszú fonott kosár. Na. Annyira egyszerű, tehát tényleg nem kell nekünk hinni, nem kell elhinni azt, amit mi mondunk, de hogyha Istenhez fordultok, Krisztushoz fordultok személyesen, és úgy vizsgáljátok meg a dolgokat, teljesen biztosak kaptok jelentést is, teljesen biztos, nem kell nekünk higgyetek, nem kell emberekben higgyetek, akik, tehát sem Benny Hinnben, sem bennünk, mert van egy igazi pásztor, aki azt mondta, hogy kijelenti magát mindenkinek. Azt mondja, aki cselekszi azt, amit én mondtam, ahhoz megyünk én és az atyám lakni. Tehát eljön hozzád, ugye, érzed azt, hogy a Szent Lélek bement az életedbe, és irányít, vezet tégedet. Az örökké valóság útján. Tehát nem kell nekünk hinni, mi csak fejjük a figyelmet arra, hogy óriási megtévesztés van, ráadásul Jézus nevében. És ő ezt megmondta, hogy ez fog történni sajnos. Ez fog történni. Ő mondta, hogy ez fog történni, az ő nevében fogják az embereket megtéveszteni. De csak azokat tudják megtéveszteni, akik nem fordultak hozzá személyesen, akiknek nincsen közösségük vele, akik nem cselekszik azt, amit ő cselekedett, amit ő mondott. Csak azokat lehet megtéveszteni, senki mást. Még csak zárójelben elmondom, hogy eddigi utam során, a keskeny úton, amiről Jézus beszélt, én már nagyon sok olyan személlyel találkoztam, akik szó szerint valláskárosultak. Megundorodtak, ugye, mert benne belekerültek ebbe a mozgalomba, a hitgyülekezetébe, és amikor átlátták, hogy valamennyire ott mi történik, megundorodtak és eltávolodtak tőle, de sajnos az Úr Jézustól is eltávolodtak. A mosdóvízzel kidobták a gyermeket is. Több ilyen személlyel találkoztunk, és óriási szomorúság és fájdalom volt látni, hogy miképp botránkoztatták meg őket, és miképp távolították el őket ugye Isten országától azáltal, hogy a Jézus nevében hazudoztak nekik. De Isten kegyelmes, és egy jó néhányan ezen személyek közül, akik korábban a hitgyűliben voltak, de átlátták, hogy ott mi történik, és eltávolodtak, nem csupán a hitgyűlitől, hitgyülekezetétől, meg a Vidám Vasárnap mozgalomtól, hanem eltávolodtak sajnos az igazságtól is. De Isten lehajolt hozzuk, és jó néhányan már visszafordultak Istenhez, tehát egyenesen Krisztushoz fordultak, hozzá kiáltottak, és most az Úristen kegyelmében vannak, kapják a kijelentéseket, az értéseket, a látásokat is növekednek a hitben, a bizalomban. Tehát ez az Isten dicsősége, ugye, hogy megmentette azokat, akiket ezek a farkasbőrbe, vagyis a báránybőrbe bújt farkasok megtévesztettek.
Tényleg én a magam részéről teljes szívemből kívánom, hogy minél többen észrevegyék, meglássák Isten segedelmével a különbséget a gazság és az igazság között, a valóság és a vallásosság között, Krisztus és az Antikrisztus között. Mert aki nem látja meg a különbséget, annak annyi, annak vége, tényleg befellegzett. Tényleg teljes szívemből kívánom, hogy minél többen, minél több embert megérintsen az Úristennek a lelke, és kivezessen ezekből a mozgalmakból, ahol tényleg magas térdemeléssel, ugye öltönyben, nyakkendővel, teletömött zsebekkel mennek az emberek a kározatba. Tehát Jézus arra hívott el bennünket, hogy akár mi is az életünket adjuk az igazságért, hogy vállaljuk azt, mint hogy Pál, Péter, Jakab, az összes István, az összes vállalta azt, amit Jézus vállalt. Nem biztos, hogy meg fog történni, hogy minket is lefejeznek emiatt, az igazság miatt. De megtörténhet, sajnos. Megtörténhet, de Isten nekünk erőt fog adni ahhoz. És még azzal is megdicsőítsük az Úristent. Azzal is elmondjuk, hogy Isten él, mi nem tudunk meghalni, maximum csak a testünket tudják megölni. De az ilyen pásztorokkal ilyen soha nem fog történni, mert ők azok, akik úgymond üldözőivé váltak a Krisztusnak. Ráadásul a Krisztus nevében. Isten irgalmazzon rajtuk. Könyörüljön rajtuk, irgalmazzon nekik. Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványosságára lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek is. Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban, mi erőtlenek, ti pedig erősek, ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez ideig éhezünk is, szomjazunk is, ruhánk sincs, bántalmakat szenvedünk, hajléktalanok is vagyunk. Tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk is. Amikor szidalmaznak, áldást mondunk. Amikor üldöznek, eltörjük. Amikor rágalmaznak, kedvesen válaszolunk. Szinte a világ szemétjévé lettünk. Mindenek söpredékévé, egész mostanáig. Így fogalmaz Pál az ő apostolságáról. És össze lehet hasonlítani a mai multimilliárdosokat, multimilliárdos pásztorokat, akiknek magán jaktjuk van, repülőjük, több házuk, több bankszámlájuk. Azt mondja Pál, hogy nemhogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Drága barátaim, ilyen a szabad ember. Tehát tud bővölködni is, de szűkölködni is. Ezek mindig csak bővölködni fognak, és egyre csak terebélyesedik a hatalmuk, a földi hatalmuk. És azt mondja Jézus rájuk, hogy ti már elvettétek a jutalmatokat. A világ ura titeket elhalmozott minden jóval, sok pénzzel, repülőgéppel, meg mindennel. De utána jön a kárhozat, drága barátaim. Ne őket kövessétek. Ne őket kövessétek, hanem könyörögve, térden imádkozzatok az Úr Jézus kegyelméért, hogy látásodok legyen arra, hogy meg tudjátok különböztetni az eredetit a hamistól. Gyűjtsetek kincseket először a mennyben, amit a rozsda meg nem eszik, a moly el nem lep, és a tolvaj se tudják ellopni. És a további szükségletekről is gondoskodik az Isten. Így van. Értékében. Minél inkább betölti ő az életünket, annál kevesebbre lesz szükségünk a múlandóból, amit a rozsda megesz, a tolvaj ellopnak. Pontosan abban mutatkozik meg, hogy valaki megismerte Isten kegyelmét, hogy egyre kevesebbre van neki szüksége a világból, a világi dolgokból. Hogyha azt mondja valaki, hogy megismerte Jézust, ismeri Jézust, de viszont az életével azt mutatja, hogy egyre csak bővölködik mindenből, több és több van neki, teljesen biztos, hogy nem ismerte meg. Mert aki megismerte az ő kegyelmét, megismerte azt a békét, amit ő kínál számunkra,
Az örömmel szabadul meg a régi kincsektől, a földi dolgoktól, hogy egyre szerényebben éljen, hogy egyre több teret, nagyobb teret engedjen a mennyei dolgoknak, drága barátaim. Ezek meg pontosan fordítva működnek. Figyeltek jól oda arra a személyre, aki hozzátok beszél, hogy hogy él ő, milyen van neki, hogy egyszerűbb lett az élete, vagy komplikáltabb. Gyarapodtak a földi kincsei, vagy pedig apadtak, és növekedett a mennyei kincsekben. Oda kell figyelni ezekre. Hát Jézus azt mondta, hogy a gyümölcsökről ismerjük meg őket. Mennyire hasonlítanak Krisztushoz? Hány ingatlanjuk van? Még mindig gyarapítja-e azokat? Még mindig azokkal törődik-e? Vagy pedig megszabadult tőlük, mint a Jézus mondta, szabaduljál meg tőlük, szabadíts fel a figyelmedet, az életedet a mennyek országának. Hát tovább én nem mondok semmit, nem akarom, hogy tényleg most már végén fokhagyma szaga legyen, teljes szívem. Még egy igerész felolvasnék. Légy szíves. Amikor nálatok voltam, és szűkölködtem, nem voltam terhére senkinek, mert az én szükségemet kipótolták a Macedóniába jött testvérek, én pedig vigyáztam arra, és vigyázni is fogok, hogy semmibe se legyek terhetekre. Mivel Krisztus igazsága van bennem, ettől a dicsekvéstől nem hagyom megfosztani magam, Akhája vidékén sem. Miért? Mert nem szeretlek titeket? Isten jól tudja. De amit teszek, ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik alkalmat keresnek arra, hogy amivel dicsekszenek, abban olyanoknak bizonyuljanak, mint mi. Mert az ilyenek hamis apostolok. Álnok munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, hisz maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, ha szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, akiknek végük cselekedetei szerint lesz. Ezt akartam még felolvasni. Még annyit fűznék hozzá, Levike, hogy ugye, tehát nagyon sok tanító van most már a YouTube-on, és mindenhol, és mi is tapasztaltuk, hogy tényleg nagyon sokan beszélgetnek nagyon szenzációs történeteket, de oda kell figyelni, drága barátaim, ahol több a szenzáció, ahol több a mézmáz arany, mint a józan tanítás, a Krisztusnak a kenyere, az ő beszéde. Óvakodni kell attól, mert Isten minket nem a szenzációra hívott, hanem igazságra, teljes megtisztulásra. Nem arra hívott, hogy pénzt gyűjtsünk, gyarapodjunk itt a földön, egyre csak terjeszkedjünk, hanem arra, hogy egyre egyszerűbben éljünk, és annál többet vegyünk be az ő beszédéből, hogy teljesen megtisztuljunk. Tehát szükséges a lélek, de amikor valaki mindig látomásokról beszél, meg ilyen szenzációkról beszél, meg a mennyek országában lévő aranyutakról beszél, ott egy picit el kell gondolkodni, drága barátaim. Mert az ilyen ember teljesen kiszorítja Krisztusnak a beszédét, Krisztusnak a kinyilatkoztatásait, és mind a szenzációra tereli az emberek figyelmét, és akinek a figyelme a szenzáción van, az nem lesz, nem fog olyanná válni, mint Krisztus. Nincs ahogy. Nem lesz önfeláldozó, hanem önző lesz. Nincs ahogy önfeláldozóvá váljon az ilyen személy. Aki folyton a szenzációt figyeli, ugye, nagy tényleg látomásokat, meg mit tudom én, miket, amiket elmondanak ott a YouTube-on és mindenhol. Odafigyeljetek, az olyan személyekre kell figyelni, hogyha még erőtlenek vagytok, és szükségetek van a hangos szóra, akik az evangéliumot hirdetik, a Jézus szavai szerint beszélgetnek, és azt próbálják megmutatni számotokra. Ne az olyanokra, akik egyfolytában a mennyek országáról, a mennyeli látomásokról, az angyalokról, meg a nem tudom én miről beszélnek. Mert az ilyenek a szenzációval elterelik a figyelmet a soron következő dolgokról, és mi a soron következő egy gyarló ember számára, drága barátaim? Az, hogy teljesen megtisztuljon. Az őszinte bűnbánat, az, hogy vágyja azt, hogy cselekedje, amit Jézus mondott. Ez a soron következő, nem a szenzáció. A mennyek országát meg fogjuk látni, teljesen biztos. Hogyha elhívott Isten minket is meg is tisztított, akkor meg fogjuk látni, és örökölni fogjuk az ő teljes dicsőségét. De nem tehetjük azt, hogy az emberek figyelmét a szenzációval eltereljük a legfontosabbról, a bűnbánatról, a Krisztussal való közösségről, az emberek, az embertársaink szolgálatáról, a lábamosásról.
őszintén bízom abban, hogy az elhangzott gondolatok segítettek egy néhány embertársunknak abban, hogy tisztább képet kapjon arról, hogy mi a különbség tényleg a Krisztus és az Antikrisztus között. És az Úristen áldását kívánom mindenkire, hogy megelevenítse ezeket a szavakat az ő szívében, az ő életében. Ismerjétek meg az igazságot, és szabadok lesztek. Amen. Sziasztok, Isten áldjon. Isten áldjon.